Sziasztok, sziasztok! Csavarból sosem elég, és hogy bemutassam ilyenekbe. Ezt azt hiszem dominónak hívták annak idején, akkor vettem őket, ilyenbe tartom a csavarokat. Így, tehát hogy kell alátét, akkor van anya, ugye különféle méretű csavarok. Ez 8-as, és akkor méretenként mindegyik méretből van nekem két ilyen doboz, és kicsit más fajta csavarokat tartok benne, itt látszik, itt hatlapfejű van benne, de ugyanúgy van kereszthornyú, imbusz, akkor van belső kulcsnyílású, de akkor is imbusz, és meg különféle dolog, de általában úgy néz ki, hogy egy ilyen van, ami hatlapfejű, és van egy másik. Ez az a probléma, meg amiért megvettem ezt a Parkside-os cuccot, láthatjátok, hogy vannak méretbeli problémák, meg ez ugye 12 ilyen részt tartom, ez egy nagy rész, ez egy ilyen nagyobb rész, és akkor vannak még ilyen kisebbek. Jó ez, nekem tetszik, meg van is bele egy pár darab, hát itt most kupolája van, meg egyfajta pakolunk, itt vannak a hosszabb bittók, karácsonyi fényeket most szedtem le. Volt annyi minden rossz sem, mert az asszonykának tetszik. És akkor vettem ilyen dobozokat is, mert ugye ezek fogják majd azokat fölváltani. Hogy néz ez ki belülről? Hát láthatjátok, még ott van a gumi. Ilyen elválasztókat kaptok hozzá, dobozonként 20 darabot. És akkor így lehet megosztani. Ami egyetlen problémát észrevettem, hogy itt elég rugalmasak ezek a falak, és hogyha nincs végigrakva, akkor ezt így esetleg ki lehet akasztani. De hogyha van benne csavar, szerintem akkor sem egyszerű kiakasztani. Másik, amit észrevettem, hogy ugye ez ilyen kis fogantyú is van a tetején, tehát hogyha valaki ilyen bénában kotorjövele ki a csavart, akkor csinálhat egy ilyet, és akkor már bukta vár, és az egész már összeborult neki a csavarása. Ugye a dominóban abban fix volt az elosztás, ebbe változtatható, jó, nem jó, jónak jó, mert gyere viszte! Ugye ebbe látszik, hogy itt vannak a csavarok, és ebben max. Ilyen hosszút tudtam belerakni, illetve itt vannak a hosszabbak, de a köztes méretet akartam elhelyezni, akkor az megint csak problémás volt, itt viszont meg tudjuk oldani, mert ugye itt ez így szépen belemegy, és hogyha van egy ennél hosszabb, akkor kiveszek egy rekeszt, és akkor rögtön elfér. Ár. Ugye ezeket én annak idején filléreké vettem, szerintem volt olyan kiárosítás, hogy került vagy 300 forintba. Most, amikor legutóbb néztem, akkor 1500 forint volt már egy ilyen. De nekem valamiból szerencsére sok. Ez meg úgy volt, hogy a kettő doboz volt, ez 3500 forint, és csak 1750 jött ki darabja. Jó, jó, hát, ja, nem is mondtattam, ez volt a papírja. És egymásba rakható rekeszek, csatlakozó bilincsekkel és 20 elválasztóval rugalmas használat érdekében két részes szett. És amit akartam mutatni, hogy elfelejtettem, hogy 2,5 kg fér egy rekeszbe. Tehát egy ilyen doboz az 2,5 kilót bír el. Hát nem tudom. Hát ez is, látjátok, tele van csavarra, lehet, hogy ez már több mint 2,5 kiló. Úgyhogy valószínűleg ebbe is több mint 2,5 kiló fog menni, mivel nagyobb is a rekesz. Úgyhogy szerintem ki fogja bírni. De az ára elég jó, az tetszik. Hogy egymásba rakható, az nekem nem szempont, mert megmutatom. Nekem ilyen, na, itt a kupin keresztül, nekem ilyenben vannak benne ezek a cuccok. Itt majd megint el kell rakodni, tudom, ne is írjátok be. Itt volt még a dugókulcsos tesznek a zalanyai, és akkor visszatérünk ide. Na, tehát még érdemes megvenni. Én egyelőre így használat nélkül azt mondom, hogy igen, mert sajnos már nem adnak semmit ezért a pénzért. Jó, csukódik. Hordozható is. Mondjuk én azokat nem viszem sehol, max az udvarra. Úgyhogy de szerintem ennyi pénzért, amikor már ugye ez mondjuk legyen akkor, mit tudom, egy ezres, tehát kétszer akkora, meg jobban variálható, meg szerintem ez is már inkább 1200-1500 forint. Úgyhogy
szerintem érdemes megvenni. Ha kérdéstek van vele kapcsolatban, már mind a tárolódobozzal, akkor szívesen megválaszolom. Jaj, nézem, hogy például is lehetne zárni, de hát műanyag, úgyhogy úgy is eltörnék. De hát bármi kérdéstek van, tegyétek fel nyugodtan. Ja, és hogyha feliratkoznátok a csatornámra, azt nagyon megköszönném, illetve lájkokat is szívesen fogadom. Sziasztok!